ennek kapcsolatban gyakran emlegetik, hogy egyik legfőbb kritikája gyakran, hogy túl készült az étel, ugye pont ide tartozik, akkor ezt megmagyarázzuk, mert ez talán ilyen szállóigévé vált, és talán az RTL Klubnak a műsorában is most már állandóan az ítészek ezt hangsúlyozzák, hogy túl készült. Igen, hát ez nemzeti hagyomány volt, a túl sütött hús. Tehát vagy a cipőtalp, hogyha a steak, vagy amikor a rosszabb esetben, amikor szálaira esik szét a hús. Tehát amikor a rostok közti kötőszövet állományt teljesen kiolvasztjuk, a húsból a zsírt teljesen kisütjük, még szokták mi is mondani, hogy milyen egészséges, mert a hentesek a csúnya húsokat mondták, nézzék, milyen szép sovány. Na hát az, ami nem jó. Tehát a jó, a zsírnek a jelenléte nagyon fontos, a jó húsoknál a rostok közötti zsír állomány, amit márványosságnak hívunk szaknyelven, tehát hogy mennyire járják át a zsírerek a húst belülről, ez egy nagyon fontos minőségi kritérium. Visszakanyarodom még az előre. A túlkész nem válaszoltam. Nagyon kiolvasztjuk a zsírt, és a kötőszövet állományt, ami a szaftosságát biztosítja, annak meg kell puhulnia, de nem szabad kiolvasztani a húsból. Alapán. Amikor ez megtörtént, akkor a hús túlkész.